A heti podcast vendége Német Lajos, meteorológus. Szerintem az elmúlt, hát nem fél évben, az években annyit nem emlegettünk meteorológust, mint mostanság, ugyanis teljesen megbolondult a világ is, meg a meteorológia, az időjárás is. Most mire beszélgetünk, és az megjelenik, reméljük, vagy azt mondjátok ti okosok, hogy ennek az őrült melegnek vége lesz. Tehát, hogy mit mondasz te? Úgy fogalmaztál, és üdvözlök mindenkit, hogy amikor ez megjelenik. Na most nem tudom, hogy mikor jelenik hát meg. Egy te... hét múlva. Ja, egy hét múlva. Hát hét múlva annyi minden történhet már az időjárásban egy hét alatt, hogy nagyon. Az biztosan állítható most hogy egy hét múlva 35 fok vagy a fölötti hőmérséklet az biztosan nem lesz. Már csak azért sem, mert akkor már az első őszi hónapunk a szeptember elkezdődött, és, és az egyre hosszabb éjszakák, az egyre rövidebb nappalok, meg ez a trópusi szaharai levegő, ami most augusztus utolsó napjaiban vendégünk volt, lényegében olyan huszadikától. És ez ennek az idei nyárnak az utolsó olyan ajándéka azoknak, akik szeretik a forróságot, a hőséget, ami, ami azért igazán az átlaghoz képest legalább olyan 10-15 fokkal melegebb. És ez még az egészséges szervezetet is megviselni, ha nem éppen a magyar tengerpartján vagy, vagy az Adriánál, vagy bárhol vagyunk, ahol azért víz közelében elviselhető ez. De országos melegrekord dőlt például 27-én, augusztus 27-én, 39,5 fokos. Az már tényleg embert próbáló hőség. Persze az abszolút maximumtól azért elmaradunk, mert Magyarországon mértek már 41,9 fokos hőmérsékletet. Is. Csak valószínűleg nem ilyen tartósan. Pont ez a lényege a dolognak, hogy az elmúlt években már nem, nem értük el, és én ezt nem sajnálom, a, 40, a bűvös 40 fokot, viszont tartósan, most is 10 napon keresztül 30 vagy a fölötti, 35 fok fölötti hőmérséklet volt. És a másik dolog, hogy az éjszakák nem frissülnek. És most augusztus 19-e és 27-e közötti időszakban, tehát ugye tegnap zártuk az utolsó augusztusi... Atlétikai világ... Ja, azt hittem arra gondolsz, az atlétikai világbajnok. Azt is, azt, azt, is, is, azt is, de az utolsó augusztusi hétvégénk ekkor volt, tehát ez körülbelül 8-9 nap. A fővárosban, Budapesten három olyan éjszaka volt, amikor a hőmérséklet bőven 20 fok fölött maradt, Tropus éjszakának nevezzük ezt, tehát nem tudunk szellőztetni. És ez egy nagyon komoly gondja és problémája a jövőnek, hogy különösen a nagyvárosokban, ahol beépített terület egyre nagyobb tűz, tüzesen süt le a nyári napsugára. Ezt a költő megénekelte, és amit a nappali órákban kisugároz a napocska, azt az éjszakai órákban az aszfalt, a házfalak elkezdik visszasugározni. Tehát ezért a nagyvárosokban nem csökken annyira a hőmérséklet, hogy felfrissülhetnénk. Úgyhogy ezért van az, hogy, hogy ez a tartós hőség, Tényleg nem csak az időseket, szív- és érrendszeri megbetegésben szenvedőket, hanem az egészséges embert is megvisel. Nem tudunk aludni már. Igen, de azt mondják, hogy most jön a viharos időszak, tehát az eső, a vihar, a szél, tehát az is egy nagyon-nagyon erős váltása a szervezetnek. Ez így van. És tényleg jön? Ö, nagyon. És ezt azért mondom ilyen határozottan, hogy Magyarországra is jön, mert ez a hőség, ez a tartós hőség, ez a 35, sőt, ugye 40 fok közeli hőség. Ez nem csak Magyarországon volt jellemző, hanem az elmúlt napokban, és azt most úgy, úgy veszük, hogy én augusztus utolsó napjában beszélgettünk itt veled. Az elmúlt napokban Nyugat-Európában és Dél-Európában 40 fok fölötti, Dél-Franciaországban 44 fokos rendkívüli hőség volt. Erre jött az óceán térségében, egy jó 15-20 fokkal hűvösebb, és Bajorországban olyan viharok voltak, hogy hókotróval kellett a jeget az utakról eltakarítani, de Észak-Olaszországban is hatalmas viharok voltak, szélvihar fákat csavart ki, és ez a jellemzője a mostani időjárásunknak, és én nem vagyok éghajlott kutató, de azért, ha melegebb a légkör, akkor nagyobb energiát képes tárolni egy egységnyi térfogaton belül, nagyobb energiával bír, és a nagyobb energia, ha felszabadul, akkor okozza a hatalmas viharokat. És most megelőlegezem neked, mert ugye ez most előre, lesz. Ma, amikor beszélgetünk, és ez 28. augusztusban, hogy holnap kedden már megérkezik nyugatra és éjszakra az a hidegfront, amelyik okozta ezt a katasztrofális jégverést és szélvihart Nyugat-Európában, remélhetőleg azért gyengített formában, de azért majdnem biztos vagyok benne, hogy benne lesz a híradásokban, hogy mekkora a pusztítást okozott itt nálunk is. Tudod, az ember nézi a tévében a magyarországi pusztításokat, mondjuk, ami volt meg, hogy az autók a vízben gurulnak, és az jár a fejemben, hogy, hogy mi lesz ezzel a világgal, ezzel a földdel, merre tartunk? Ö, ez egy nagyon-nagyon bölcs gondolata az embernek, időnként tényleg elgondolkodik, és az én már megettem kenyerem legjavát, mert 70 pluszos vagyok, és azért ez a 70 éves visszatekintés, és ebből 50 évet a szakmában, a metodológiában húztam le. Azért láttam én már hideget is és meleget is, megkaptam is az előrejelzések pontossága miatt, de nem jó irányba haladunk, és nem csak Európáról van most szó, különösen nem Magyarországról van szó, hanem az egész földgolyóban. Elindult egy olyan ö, általános felmelegedő tendencia, ami nem lenne rendkívüli, mert földünk éghajlatában mindig is voltak lehűlő szakaszok, kis jégkorszak és a többi voltak felmelegedő szakaszok, de egy biztosan nem volt, hogy 8 milliárd ember még soha nem lakta ezt a földet. 8 milliárd embert az éghajlatváltozás még soha nem érintett. Vagyis én azt vizionálom, hogy a föld, ha ez így megy tovább is, nem tudom a módját, hogy hogy lehetne ezt úgy megállítani. Szerintem hogy... sehogy. Hát Én. figyelj, klímakutatók Kisz... évek óta erről beszélnek. Kiszabadult és semmi a szellem nem... a palackor. Pontosan, pontosan. És azt gondolom, hogy ahogy mondod, 8 milliárdan vagyunk, ez a föld nem alkalmas 8 milliárd ember eltartására, fenntartására, és ez a természetes pusztulás sajnos. Különösen úgy, hogy egyre nagyobb területe lesz a földgolyónak, ahol olyan éghajlati viszonyok alakulnak ki, ami az emberi élet számára alkalmatlan. Magyarán egyre zsúfoltabb lesz az a térség, ahol még alkalmas az éghajlat, de már mondjuk a 21. század végén tartunk, gondolom én, vagy optimistán mondom én, nem tudom, mi a végét. Én magamat már igazándiból nem sajnálom, nincs is okom rá, de az én unokáim és azoknak a gyerekeim nagyon szeretném, és szerettem volna, hogy ők is még egy élhető világban. És most nem a nem háborúról, nem éhinségről beszélek, hanem egyáltalán az éghajlati viszonyok, időjárási körülmények, hogy a, hogy a Föld alkalmas arra, hogy az emberek itt éljenek, de egyre kevésbé alkalmas. Igen. Erre. Neked milyen a komfortérzetet, tehát mi az az időjárás? Vagy, vagy gazdaság, vagy politika, vagy ország. Tehát hol érzed magad komfortosan, és hogyan? A családi fészekben. Családi fészekben? Igen, de az elmúlt napokban. És én, én ugye, ilyen sírós mondatoknak tűnik a 70 pluszos ember szájából, hogy én ezt már nem bírom, ezt a hőséget. De igazán én a hőséget mindig is és nem a 40 fokokról beszélünk, mindig is kevésbé viseltem el komfortosan, mint a hideget, mert a hideg ellen még egy pulóvert fölveszek, vagy sapka, sál, kesztyű, aztán jó napot, tehát én inkább a skandináv típusú emberekhez tartozom, de Egyre jobban azt tapasztalom, hogy, hogy nyugos vagyok, amikor, amikor éjszaka nem tudom kipihenni magam, és hát azok, akik viszont ezt szeretik, a mediterrán típusúak, nagyon sokan vannak, hogy végre 35 fok napozhatok és egyebek. Na de mondom, és akkor mi történik, hogyha nem 35 lesz az alap, hanem 40-nél indulunk meg ilyen? Még azt is elfogadják tőlem, mert akkor a legrosszabb esetben bekapcsolom a klímát, mondják. Bekapcsolod a klímát? Igen, és az miért triviális, hogyha bekapcsolod, és az működni is fog, lesz hozzá energia. Tehát egy csomó olyan dolog van, a komfortézetből indultunk ki, ami nálunk, most a modern ember, a 21. század embere életében, ez egy nagyon triviális dolog, mint ahogy az én unokáim, hogyha nem lenne most náluk az okos telefon, nem is nem értenék, hogy mi történt a világgal. Én akkor sem ö, ö, rezzenek össze, hogyha egy szélvihar következtében egy-két órás áramszünet van, mert én úgy töltöttem a gyerekkoromat, hogy, hogy nagyon gyakran elment az áram. Vámos mikor az én kis fatornyos falum, amiről beszélek, az az ötvenes évek közepe, második fele, és akkor volt otthon. Kertja, volt otthon gyufa, és volt otthon petróleumlámpa, mert ugye a régebbi korszakból az én nagyszüleim pedig abban nőttek fel, hogy még villanyuk se volt. Na most a mai ember az attól már uh, sikító frászt kap, hogyha valami, ami a komfortjához, a jó érzéséhez, tehát amihez hozzászokott, uh, ha az nincs meg, akkor, akkor hirtelen elveszti azt a magabiztosságot, amilyen magabiztos, hogy most mit nekem, te Zordon Kárpátoknak. Amikor interjúkat készítek, és elmondom a saját véleményem, és most is elfogom neked mondani, hogy hogy az egy szép világ volt. Én 55-ben születtem, és tudom, hogy szocializmus, meg kádárrendszer, meg időjárás, meg nélkülözés, meg semmi nem volt a 60-as években. Emlékszem, Cseszlovákiában jártunk még cipőt is venni. De valahogy nekem mégiscsak szebb világ volt, és akkor ilyenkor kapok a fejemre, hogy na, vissza sírom. Nem sírom vissza, csak ez a felgyorsult világ, ez a minden kéznél van, és minden természetes valahogy már nem az én világom. Nem hát. tudom, hogy a gyerekeknek jó, vagy azt mondják, hogy ilyen bezzeg anyuka, meg nagymama vagyok de nekem annyira nem tetszik. Én nagyon hasonlóan gondolkodom, Zsuzsi, és az az igazság, hogy mondtam, hogy 70, úgy, úgy 70 pluszos vagyok, én 1950-ben születtem, de tehát. Majdnem egykorúan. És ugyanezeket az élményeket megértem, mint te most itt csillogó szemmel visszaemlékeztél, a, a nyugat gyermekkortól kezdve, mi egyebeket, de amikor én ezt felhozom az én unokáimnak és mesélem, hogy akkor mi történt, akkor, akkor ilyen legyintős tekintetek érzek rajtuk, hogy mit beszél ez az öreg nekem? Tehát nem is tudják elképzelni, Igen. hogy nekem mennyire fontos volt az, és voltak feladatok gyerekkoromban, mert ugye én vidéken születtem, paraszt családba születtem, az én nagy szüleim és szüleim mezőgazdaságból éltek, hogy amikor ők kimentek a földre dolgozni napközben, akkor, és most nyárról beszélek, de az iskolai tanítási idő alatt is ez volt, voltak állataink, házi állataink, mert nem, nem az volt, hogy bemegyek a henteshez és megvásárolom azt a most, amiből aztán sertéspörkölt tehát megcsinálta az én drága anyám. Tehát majdnem önellátásra kellett, hogy berendezkedjünk. De ki volt adva a feladat, hogy megetetni a csirkéket, megittatni a kacsákat. Tehát volt olyan feladat, ami valahogy rendszeressé tette az én életemet, tehát volt felelősség érzetem. Igaz, hogy volt olyan is, libákat is őriztem, hadd így már neked. Ha először egyszer mesélt hogy el is mentek a libák vihar volt. Vagy 1961-ben soha remlőszem. nem fogom elfelejteni ezt a, ezt a felelőtlenséget, hogy eljátszott a, a viharnak a következményét, de a libák okosak voltak, tehát nem lett kár a libákban, csak nem otthon vészelték át, tehát nem a saját otthonukban ezt a dolgot. De volt feladat, ezt a feladatot meg kellett oldani, és volt öröm, és ez az öröm, ez ilyen öröm élmény az iskolatársakkal olyan közös játékok, amik, amik mostanában. Hát te figyelj, én ugye ebben a modern világban, a mobiltelefonos világban, én hozzá szoktam ahhoz, hogy a telefont elsősorban arra használom, hogy lehessen vele telefonálni. Na most én elég sokat utazok tömegközlekedéssel, különösen a sínen menőket szeretem, azon belül is, ami a felszínen megy, például a 4-es, vagy a 19-es ezek, mert nézelődök, nincs ezzel gondom, és megcsörön a telefonom, előveszem, és körülöttem fiatalok is utaznak, megcsörön a telefonom, és előveszem az én kis régi mobiltelefonomat, és megnézik, és nem értik, hogy ez mi. Nem ismerik már azt a hagyom, ami csak nem hiszem, van. volt. Nagy izértáskát hordtunk az oldalunkon. Olyan is, volt az, így, a, az is telefon, volt. 0660-as volt. Emlékszel, ezzel igen, indult igen. a, a telefonálás, de én nem sajnálom tőlük, és nem is iridlem tőlük ezt, ezt a boldogságot, és ezt a, De amikor. Ülnek egymással szembe, és csetelgetnek ott, tehát így kommunikálnak. Tehát a kommunikáció kieveszett a világból is. Mert itt én... mondtál egy bűvőszót, hogy nem sajnálod tőlük a boldogságot. Biztos, hogy olyan nagyon boldogok ebben az életben? Úgy látom rajtuk. Ez nem biztos, hogy belülről is ezt érzik. Tehát ezt nem tudom, de azt. Az, e... hogy ülnek és nyomkodják a telefon, és mondjuk a haverjukkal 50 km-re úgymond beszélgetnek a, a cseteléssel. De ha nem lenne jó nekik, akkor esetleg oda menne, találkoznának úgy egy egymással, hogy kibeszéljük a világ dolgait. Elfelejtünk egymással kommunikálni. Nekünk, ha valami a faluban valakinek üzenni kellett, mivel senkinek nem volt se telefonja, se autó, és semmi. De nem ezt a sírom vissza férelést, hanem ez volt, akkor azt mondta az én nagyapám, hogy Lajoskám, menjél már, Józsi bácsi, és azt mondd meg neki, hogy holnap boronálni kéne ezen és ezen a földön, akkor menjünk együtt. És akkor én kis biciklin elmentem. Józsi bácsihoz, megmondtam neki, hogy azt üzen az én nagypapám. Józsi bácsi megkapta a hírt. Én örültem, hogy biciklizhettem egyet, és hogy fontos dolgot közöltem a nagypapám hírét Józsi és ez, ez, nekem olyan jó volt, örültem. Most, most, ilyen nagyon nincsen. És milyen most Vámos Mikola? Vámos Mikola, mint sok uh, egyéb de már nem falu. Falu, de falu, de, de nem most... olyan falu, hogy egy tehén sincs te. Hát de, de most ezt így kijelentettem, de ezt azért így, mert ugye nekünk volt tehenünk, és az én a nagymamám mindig, ugye a tehenet reggel is meg kell fejni, meg van, amikor délbe is, meg, meg este is meg kellett fejni, és azok vannak előttem ezek a dolgok, amikor a esti fejésnél én játszottam még ott egy, a, a pajtársaimmal, és a nagymamám kiszólt az istálóból, hogy Lajoskám, gyere, itt meg a fél liter tejedet, és ott azt a meleg, megszűrt, meleg tejet, meleg te 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 me meg itt mint most a, egy, egy üveg sörömet, fél liter, fél liter, és a fél liter tejjel el voltam úgy estig, hogy akkor még játszottunk tovább, de ez ilyen minden, napos volt. És utána felkerültem Pestre 1964-ben, és megittam életem első műanyag zacskóba csomagolt tejét, mert az Arany János Gimnázium az fönn van a Sashegyen itt Pesten, és épp most egy kollégával beszéltem, aki szintén az Aranyba járt, és azt mondja, hogy ő is oda járt, csak mondjuk 20 évvel később. Tehát és a fejlődés azért volt, és megkérdeztem tőle, hogy te az az ABC, amelyik ott a Meredek úton, ha megy fel a nyolcas busz a Farkasrédi temető felé a Meredek útnál megvan még, azt mondja, most manapság éppen most bontják le. És mondtam neki, tudod, hogy életem első zacskós tejét ott vásároltam, mert koleszos voltam, és a kollégiumi menza kaját ki kellett egészíteni időnként egy ilyen zacskós kakaóval vagy tejjel. De és miért jöttél Pestre gimnáziumba? Miért nem ott a környéken valahol? De ez egy érdekes dolog, mert az Ipoly völgye, ugye Vámosmikorla, ez a börzsöny, a szovák határ mentén az Ipoly található, és Kemence, Bernece baráti, tehát most nem sorolom végig a földrajzi településeket, de akiket érdemesnek találtak arra, hogy tovább tanuljon, itt folytatom a gondolatot, de hogy miért? Ugye ez volt a konkrét kérdés. Az én nagyapám, hogy parasztember volt, az 50-es években azért az elég húzós munka volt, és akkor mindig azt mondta, és felnél, ő volt a mintaképen, megjárta a második világháborút, 43 évesen vitték el, de mindig talpra állt, tehát optimista beállítottság voltak, és talán én is az ő génjeit örököltem, reménykedek benne, mert 83 évet úgy élt, hogy mondom, háborúból, fogságból. Jó, hosszan mesel, élt az ő generációja. Igen, ez is rengeteget szenvedett, és azt mondta nem, nekem mindig, amikor tanított, odatta a gyeplőt, mert a lovaink is voltak, hogy dicsekedjek, és akkor... De nem meg... voltatok kulákok? de, de, majd, de, 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 de csak úgy, hogy a listára rákerültünk, mert ott minden. Akit nem szerettek, az, az, az kulák lett. De hát a metrológia mindig politikamentes volt, én is mindig politikamentes voltam, engem nem érdekelt. Az, hogy honnan fúj a szél, azt műszerről mérem meg. Hogyha a keletről fújt a szél, akkor bemondtam, hogy keleti szél van. Ha nyugatról láttam, hogy a műszer nyugati szelet mutat, akkor bemondtam mindig. Tehát én, én nem politikával nem szeretek foglalkozni. Na, mondjuk a szocializmusban azt mondod, hogy nyugatról fúj a szél, ez nagyon veszélyes mondat lett volna akkor, hogyha nem kötjük hozzá, de ez a szél ö, vihart, és egyre nagyobb károkat okoz. Akkor de akkor már... tudtad, hogy hozzá kell tenni? Ne, de dehogy is. Nem fo... Én mondom, nem foglalkoztunk meteorológiával. Két... Politikával. É vagy politikával. A meteorológiában az én aktív előrejelző időszakomban kettő, azaz kettő darab olyan alkalom volt, amikor a Magyar Rádióból mindig volt ilyen ö, felelős szerkesztő rekt, ö, lektor, lektor, nem rektor, lektor és egyebek, hogy amikor a Kádár Csauceszku, csau nem, ki tudom már mondani. Na, rég van már, rég így, volt már. Így, így, rég, rég volt. Tehát Kádár Csauceszku találkozó. Csau Sesko, ez sem Mindenki szó, rosszul mondja. Úgy, úgy mint Sesko Jedno, hogy mindegy szlovákul. Igen, a, igen, a... Vagy, igen. Vagyok, igen, igen. Abba jobb vagyok. vagyok, igen. Nagyváradon volt találkozó meg Debrecenben, és vi, zivatarok voltak, és hogy viharok várhatók az ország keleti részén a Tiszántoron, akkor oda szóltak, hogy te ezt valahogy nem kéne, mert pont arra a napra esett a vihar, amikor ezek találkoztak, ezek a nagy emberek. Na, lényeg a lényeg, hogy a nagyapám e, azt mondta mindig, édesfiam. Ebben a népi demokráciában, és mondom, ét nappal át éve rengeteget dolgozott, tanuljál, mert összesen három úr maradt meg. A doktor úr, a tanár úr, és a, az esperes úr. Igen. Tisztelendő úr, ugye? Azért ő... szeretném, hitt hogy hitt... most nagyapád látná, hogy hogy állnak a tanárok, hogy állnak az orvosok. Mert a, nem politizálsz, de az összes hír róluk, szóval épp most hallottam egy vidéki iskolát, nem tudják elindítani a tanítást, vegyes osztály, nincs tanár, el, elmentek, elfogytak a tanárok. Jó, de tudod, visszaemlékszel biztos arra az időszakra, és, és én, én tanár szerettem volna lenni. Az aranyból úgy jelentkeztem az eltére, hogy vagy matematika-fizika tanár leszek, vagy vagy, orosz-német szakos tanár, de a bölcsészkarra kilenc és félszeres túljelentkezés volt, a TTK-ra, a matviszakra másfélszeres, és már az, ott az iskolában el tudtam odáig számít, számolni érettségi előtt, hogy a másfélszeres túljelentkezésnél nagyobb sanszom van, mint a kilenc és félszeres. És akkor azon belül volt a meteorológia, vagy te nem is végeztél? Most se tudtam, hogy van ilyen. Ja. Nem tudtam, hogy van ilyen, hanem ez erre viszont a, a Ti még katonassá... a használtátok, uh... hogy feljön, vagy nem jön föl, milyen lesz az nem, az igazság, hogy amikor a nagyapám a gyeplős korszakomat ott belém előre mindig az eget kémlelte, mert ugye a paraszt soha nem, nincs jó időjárás. Mert ha esik az eső, annak nagyon ül a kukorica, meg a napra kapások, hogy, hogy, növekedjenek, viszont nem jó a lekaszált lucernának, mert az meg megpenészedik, és akkor az állatok nem. Tehát ő azért sokat foglalkozott ezzel, és lehet, hogy már akkor belém verte ezt, hogy fel, mindig az eget kell nézni, de, de nem ez, hanem a katonaság, én matfiszakra jelentkeztem, Vettek, de akkor még. Minden egészséges fiatalembert 11 hónapra elvittek katonának a Varsói Szerződés keretében, hogy harcoljunk a NATO csapatok ellen, Ez akik vak. mindig éjszaka támadtak, éjszakol az ország felől. De ha valaki utálta a NATO-t, 1968-69-ben voltam én katonat, 11 hónapot, hogy ezek mindig éjszaka jönnek. Na, de kimentünk, és vak lelődöztük a repülőgépeiket, úgyhogy mindig mi nyertünk, mint Varsói Szerződést. Tehát, ki, aztán... Ez egy vicc, azért, ezt is meséled vicc a gyerekeidnek. <laughs> Abszolút. <gül> És akkor utána tudod, jött a, a valami népszavazásról, népszavazás hogy akar-e ön a NATO tagja lenni, majd hogy Magyarország legyen. Na most ez egy nagyon nehéz kérdés volt, mert én nagyon utáltam előtte őket. Na, ez csak a, a történeti hűség kedvény, hogy, hogy így nevelkedtem abban az időben. Na és ott e, már azért a hadseregnél volt egy ilyen irányított sorsolás, hogy az egy szakra, egy egyetemre jelentkezőket azt egy csapatba, egy századba osztották, és e, mi, akik ide az eltére Matviszakra jelentkeztünk, e, mi bekerültünk hódmezővására, Vámos Mikola, ugye szlovák határ, irányított sorsolással, német Lajos vedig le Hódmezővásár Romániához közel. Az itté, hogy kiszúrnak velem, de nem merem már négy évet, 14 éves koromtól önállóan kollégistaként. Tehát az anyuci persze, hogy hiányzott időnként, no, de nem akkor szakítottak el a, a, az én drága családomtól 18 éves koromban. Na és akkor ott összejött egy jó csapat, akik kiártunk sörözni, mert azért a, a honvédelem mellett, amikor lelőttük a NATO gépet, amely, volt, volt, időnk, <laughs> volt időnk sörözni is, és, és aztán ezt elhatároztuk, hogy folytatjuk az egyetemen is. Ami az jó szó, tehát nem részegség, tehát félrenejés, tehát ne, fiatal Nem, volt. ez egy társasági történet, hogy Nem mobiltelefonon is hívogattuk Igen. egymást, mint egyetemisták, hanem társ, ilyen, piros, a Dohány utcában piros kockás, az ilyen kis kocsmaszerű volt, és, az, és egy, minden héten Egyszer vagy kétszer, már nem emlékszem pontosan, hogy összejöttünk, és mindig az fizette, aki a Soros volt a, a kör. Nem az a Soros, hanem nem, csak simán, hogy egy Hülyé kis, kis, kis a, betűbben, a Kis Soros, igen. igen. <laughs> az sem. Még kis sem. Már nem lehet, hogy barátok közt vagyunk, mert az is más jelent. Hogy igen, ki nem. a Soros, az is mást jelent. Hihetetlen világot élünk, de akkor nagyon boldogok voltunk, most is egyébként. És egyszer azt mondja az én kollégám, a aki, akinek kellett volna. Már ki nem mondom ezt a Soros, hanem <laughs> hát, Ugye, meg kellett volna melek. fizetnie, hogy gyerekek, sajnos ne haragudjatok, én nem tudok ma veletek menni, mert nekem speckolom van meteorológiából. Na most a matfisz olyan 130 hallgató volt, beültünk a Gólyavárba a nagy terembe, és akkor jött a professzor, és mondta okosságokat, és én, mint Szent Tamás, hitetlenként azt hittem, hogy azért nem akar velünk jönni, és ez kifogás. Én mondom, én nem hallottam arról, hogy van meteorológia, mint olyan. Nem önálló szakként indult, hanem fel lehetett venni ilyen pót szakként a tanári szak mellett, földrajz szak mellett, geológusok felvették ezt a szakot, de ilyen önként és dalolva. És mondom neki, hogy te én elkísérnélek erre a speckorra. Na és most figyelj, a meteorológiai tanszékre mentünk, az a TTK, akkor a múzeum körúton volt, az Astoriánál, az Astoriával szemben, most a Bölcsészkar, ha, ha minden igaz. A kollégiumon, mert akkor is kollégista voltam egyetemista, az még a Rákóczi út öt hét, az extra áruház, az, azt hiszem, úgy hívták nem. Igen, igen, ott, igen, a, igen, ott a, volt a másik oldalon. A másik oldalon. Azzal volt szemben a Kolesz, tehát nem sokat kellett gyalogolni akkor sem, hogy bemenjek, a, mondjuk a Gólyavárba. Elmegyek a sráccal a metrológiai tanszékre, bekopogtat a és kijön egy jól öltözött őszhajú, hát én akkor voltam 1920 20 ő lehetett olyan 40-45 tehát egy, kijön egy bácsi, és mondja neki az a kollégám, hogy, hogy professzor úr, hoztam egy, egy kollégámat, meghallgathatná az előadást, és, és, és láss csodát, a következő történt. Mintha ezer év óta ismert volna, kedves kollégám, jöjjön be! szobájába, volt egy kerevet, foglaljon helyet, kávét vagy teát. Ki volt a professzor, emlékszem? Őt Dobosi Zoltánnak hívták, Isten nyugasztája, egy nagyon rendes klimatológiát, egy, pont éghajlottan tanított. Na de én akkor úgy mentem oda, mint kísérő, mint konyakhoz a szóda, tehát én akkor eszembe nem jutott, hogy én metrológiát fogok valamikor az életemben hallgatni, csak azért, hogy tényleg ez bekövetkezett, hogy nem azért nem akar jönni fizetni a sört, mert hogy nem akar fizetni. És ott üldögéltem, az már nem emlékszem, hogy kávét vagy teát kértem, tehát ezt, ezt most ne kérdezd meg, hogy most mit kértem, viszont amiről mesélt Dobosi professzor úr, azt kell neked mondanom, hogy érdekel. Tehát felcsigázta az érdeklődésemet, és a másik az, hogy velem együtt már öten voltunk hallgatók. Tehát addig volt négy hallgató. Na most a 130 fős matfiz, vagy az, hogy öt fős meteorológia hallgatóság a professzor úr szobájába aki embernek, felnőtt embernek kezelve, és ez nagyon érdekes, mert én elég sokat jártam metológus kollégák között a világban a hosszú pályafutásom alatt, és ahová mentem, mintha ezer év óta ismernénk egymást, tudnék minnyájunkat egyformán szívat az a légkör, és ez a metológusok nagy családja, tehát itt, itt nem lehet senki nagyokos, okos, tehát aki azt mondja, hogy én mindent tudok az időjárás lejtelmeiről, az kapja a legnagyobb pofont, az első pofont a természettől. Ezért kialakult egy olyan családi összefogós légkör, és a hidegháború idején is a metalógusok azok nagyon kommunikáltak egymással, mert az időjárás igaz, és ezért politika mentes. Nem nagyon ismeri az országhatárokat, hogy ez most NATO, ez pedig nem NATO, meg mi a dolog, hanem ő teszi a dolgát, és ahhoz, hogy az ember megpróbálja előrejelezni ezeket a légköri változásokat, ahhoz bizony ismerni kell a szomszédok, hogy a még messzebb, távolabbi embereknek, vagy, és nem csak az embereknek, hanem, hanem a meteorológusoknak a kutatásait, meg az, hogy ott milyen időjárás van. Mert ez az időjárás, ugye az nem egy picike zárt rendszer, hogy ezen belül aztán történnek folyamatok, nagyon fontos az, hogy mi van a környékünkön. Hát nagyon beletaláltál a hivatásodba, tehát szerencséd volt ezzel, mert biztos a másikat is ilyen elszántsággal csináltad volna, mert te ilyen típus vagy, tehát amit elvállalsz, azt lelkesen csinálod, és szereted. Tehát úgy nincs értelme csinálni, hogy nem szereti az ember. Ez így igaz. Én nem adtam le a, a matematika tanári szakot, mert ugye a mit szólt volna, hogy édesfiam tanár meg nem lehet szújtani, és hogyha te tanári eh, diplomát szeretnél, nem tudom most, hogy van, de akkor az volt, hogy egy fél évet kellett gyakorló iskolába tanítani. Na most ezt még elmesélem, aztán utána kérdezi, csak az a baj, hogy én most... Tehát nagyon jó, szóval komoly nyomásra működik a dolog, nem baj. A Trefort utca az ott van közel a Brody Sándor tehát közel van az egyetem, ez, gyakorló iskola volt akkor. A mai viszonyokkal nem vagyok tisztában. Szerintem tehát nem még most az is az eltének a gyakorló iskola, én úgy tudom. Én matematikából, ez már ötödikes koron, első fél kaptam egy harmadikos csupalány, humán beállítottságú 20 éves osztályt. Éve. Igen. És fél évet ott tanítani kellett. És mi volt a tananyag? Integrál számítás. És első órára bemegyek, ők csüngerek ajkamon szótlanul, mint gyümölcs, és láttam rajtuk, hogy minden érdekli csak az nem, hogy az Integrál A-tól B-ig egyenlő C-vel vagy valami, tehát hogy váltottál? És akkor, akkor dőlt el az én sorsom, hogy nem. Én mondom, befejeztem a matematikát. leadtad a órát nem. nem csak azt az egyet, fél évet. De hát, hát ennek a gyönyörű lánycsapatnak, tehát. Ennek, ennek. Tehát nem vallottam szégyent. Ilyen rugalmas tanítási módszer, és van ilyenkor ilyen gyakorlatvezető tanár is, aki felügyeli, hogy a ifjú utód az, hogy viselkedik a, a diákokkal. És azt megmondom neked őszintén, én világéletemben úgy szerettem iskolába járni, hogy puskázok. Hát minimális, az is minimális, az is egy tudomány, Lajos. minimális befektetéssel maximális haszon, tehát <laughs> itt nincs vese. Most ezek a lányok, amikor dolgozatot is kellett íratnom, és láttam, hogy szegénykém előveszi, a tenyerébe volt fölírva a képlet, de nem volt szívem azt mondani, hogy ne puskálsz, hanem úgy tettem, mind aki nem veszi észre, megkaptam a gyakorlati jegyet, tehát én letanítottam ezt a fél évet, de abban biztos vagyok, hogy ebből a lányosztályból egyetlen egy sem ment reáltantágyra, hanem színművészetitől kezdve irodalmárnak, vagy bárhová. Hűséges típus, vagy azt mondod, a szakmádat Nagy. most már végignéztük, hogy csöppent be az életedbe Ági a feleséged? Aki most már majdnem 50 éve ott csöpökben melletted? A hivatalos adatok szerint, és válaszolok mindjárt, a hivatalos adatok szerint, hogyha 1974. augusztus 19-én mondtuk ki egymásnak a boldogító igent. Ez majdnem 50 éve. Ő egy picit hangosabban, mint én, de én is tel teljes szívvel, lélekkel, akkor az azt jelenti, hogy hivatalosan jövőre lesz az aranylakodalom. Igen. Mint olyan, de az ágit én az egyetemen ismertem meg. Előtte. mert az egyetemet, tehát mi egyetemistaként mi egymásnak örök hűséget fogadtunk, mert 74-ben, és az ötöd év közötti nyári időszak volt ez a 74 augusztus, amikor a két család legnagyobb örömére végre bekötöttük egy, egymás fejét. Az Ági kollégista volt, mert ő Székesfehérvári, én továbbra is Vámos Mikolai, és a Rákó... Milyen, hogy kerek a történet, hogy, hogy a Rákóczi útról beszéltem, hogy ott volt a kollégium. Ez, ez egy koedukált kollégium volt, lányok, fiúk, vegyesen, akkor még nem egy szobába. És, és hát igazán a, ahogy felmentem a lépcsőn, a kollégium, ez egy három vagy négy emeletes, ilyen, most is megvan az épület, tehát, de hát ilyen idős épület, akkor a lépcsőforduló, ugye volt porta szolgált természetesen, és a lépcsőfordulóban ki volt rakva egy ilyen nagy ö, ö, fehér doboz, a falra volt főrakva, és ilyen fakok voltak benne, és mindegyik szobaszámhoz be voltak rakva a levelek, nem e-mail, nem esemes, béjeggel ez levelek. Hogy vagy, édes lányom? Hogy vagy, édes fiam? S, tehát, hogyha anyuci vagy apuci írt levet. Én nem voltam soha nagyon levélírós fajta, meg az én szüleim sem, nekik meg volt maguk a munkával, tehát a falusi ember esetleg karácsony üdvözlő abba. És felfigyeltem arra, hogy, hogy akkor kis hívták az én drága nejemet, hogy kis Ági fakja, tudtam, hogy hagy a szoba, ő, hogy mindig azt néztem, hogy rengeteg levél van benne, és egyszer vétkeztem, az az igazság, kíváncsi voltam, hogy nem tudtam, hogy az övé az a sok levél, elővettem, és öt vagy hat darab levél, kisági név, de... de rendszer. Azt nem, nem tudom. Jaj, csak, azt nem hogy... nézted, hát nem az anyukája, apukája, nem nézted meg? De nem néztem, csak az, hogy ki, mondom, ki ilyen nagy levél fogadó, és nyilván levélérő is az. És egyszer láttam, hogy, hogy az Ági, de ismertem, mert egy év folyamra jártunk Matfizre, de a 130 közül egy, egy volt igazándiból, de azért most megint nem dicsekedni szeretnék, eddig se dicsekedtem, de én, én ö, már nagyon megtanultam a sportos életet a gimnáziumban. Pingpong, foci, Arany János nagyon jó, egy kollégium egymás között, szlovákia, szerpi, horvát kollégiummal, tehát egy csomó kollégiummal ott nagyon versenyeztünk, és ugyanezt a sportos életet éltem én az egyetemen, a katonaság után. És hát volt ilyen, vannak ilyen szurkolói táborok, hát nekem is volt, de a kisági ne nem érdekelte. És engem ez annyira irritált, a sok levélen kívül még, az, hogy, hogy, soha nem kérdezte, hogy mi volt most a hétvégén, a, melyik csapatot legyőzték, nem, hanem hát olyan, olyan, elmentünk egymás mellett, de én éreztem, hogy tehát kihívás volt őt meghódítani. Tehát én szeretem ez kihívásokat. Téged? Nagyon. Na és amikor egy ilyen jó, hát első szóra nem pattant nem is tudom megbocsátani, de csináltam <laughs> ilyen, én csináltam ilyen gekeket, hogy még jobban felfigyeljen, hogy a kollégiumban voltak ilyen kollégium estek, volt lábszépségverseny, és a, e, lefizettem a zsűrit kettő, azaz kettő fejenként két korsó legyen a legszebb? Hogy, ez úgy volt, hogy <laughs> le, le, Igen, egymár, ilyet játszottunk És, és igen. csak a vádli, tehát a tértől lefelé, de volt egy jel, amire tudták, hogy erre kell adni a maximum. Két korsói megérte nekik, hát meddig tartott. Egy jó buli, és megnyertem a lábszépség. a kollégium lápszépség versenyét, fiú lápszépség versenyét, de ez se hatotta meg. Tehát semmi, Csak lehet... a vége mi hatotta meg? Az a, az, a kitartó munka, amit belefetszoltam ebbe, még végül úgy érezte, hogy, hogy igazándiból, elhívtam őt, Göncsz, éreztem, hogy ő komolyan vette ezt a reál szakot, és fizika is érdekelte, meg a csillagászat is egy picikét, és láttam azt, hogy ilyen csillagos éjszaka van, és elhívtam őt az első, ez nem is Randi nekem már az volt, de akkor ő ezt nem gondolta, ő azt hitte, hogy tényleg csillagot megyünk nézni, és akkor csináltunk egy ilyen követ, hogy Astoria, Kossuth Lajos utc utca le a Dunáig, akkor egy körrel vissza a Kálvintér, Nemzeti Múzeum, és vissza a Koleszba. És mindig nézegettük föl az eget, és néztük a csillagokat, hogy ragyognak, és a legszebben a Dunapartján vagyok. Meg se csókoltad azon az éjszakán? Hát előtte meg se érintettem, ne, hát az nem, úgy, nem úgy volt, mint mostanában. Ja, nem, lassú nem. Volt. De megfoghattam a kezét és ez a készfogás ez elindította azt a folyamatot, hogy tudnátok kezdve tudtam, hogy... És a másik, hogy, hogy miért ilyen tartós, és miért ilyen eleve, de úgy egészítjük egymást, hogy én egy ilyen pörgős, akármilyen ember vagyok, ő meg, a, ő meg, szó, adja nekem a nyugalmat, és nagyon jó főz. Tehát igazándiból éttermekbe megyek, mindig azt az ízt keresem, amit az áginál megszoktam. De ezért ezt nem mond nekem, hogy a hasadnál fogva tudtatok 50 évig együtt élni. Is. Igen, de ennyit ez? számít egy jó kaja. Nagy Akkor a férjem engem már rég el kellett volna, hogy hagyjon. De, de én nálam ez nagyon-nagyon fontos volt. hogy Parasz gyerek vagy azért. Biztos! Hát, <laughs> amit én, de, e, és az egész úgy indult, hogy az őszülei is vasútnál dolgozott az, az édesapja, meg az én édesapám is, abba hagyva a paraszti melót a 70-es években már e, együtt. E, tehát vas, ő szobon volt állomásirányító. És nem emlékezzek úgy meg róla, drága jó apámmal, ahhoz, hogy ezt a pozíciót betöltse, hogy ő irányítja, hogy melyik vágányra jöjjenek be a vonatok, tehát az akkor nem számítógépes, komputeres dolog volt, ahhoz le kellett érettségiznie, mert érettség ki kellett ehhez a... Emlékszem, együtt érettség. És együtt érettségiznie. Emlékszem arra a fotóra. 68-ban, igen, megvan ez a fotó, és ott van a falon, és időnként úgy elgondolkodom, hogy milyen fiatal volt ő még akkor, mert 31-ben született, ez hat, hogy 37 évesen érettségizett, és igazándiból én milyen idősem, hát úgy idősnek, hogy hát szülőnek láttam Hát a hogy, ne, hogy ne? Na és e, e, úgy volt az egész, úgy a hasadnál fogva ez, ez, ez azért, én jogerősen kijelentem, hogy elsősorban e, az volt a, a és hogy ezt a lányt nem csak meghódítom fiatalon, hanem még továbbiakban is, jóban, rosszban, ahogy szoktuk volt mondani mert belekerültem egy olyan családba, hogy az ő édesanyja vendéglátós volt, és az első vizit hú, de izgultam, Amikor ugye megismertem őt 70-ben, és egy fél évet itt a koleszba az első készfogó után, aztán hát ez, ez, ez egy dominó effektus, tehát ez, ez olyan, hogy a készfogás után már derékfogás, hát már nem folytatnám tovább a dolgot, és akkor egyszer azt mondta, hogy az én szüleim, Szeretnének téged látni, és én bemutatnának szívesen. És ugye a legkézenfekvőbb volt, hogy hét végén megyünk le, szombaton megyünk le, és bekerültem egy újházi tyúkhúsleveses. húsleveses. Mm -hmm. én, én mindig éheztem, Zsuzsi. Én, hát úgy, a kollégista fiúk, tóli, a katonák, te. azok mindig. Én 64-ben ugye otthonról elkerültem, és a menzakaja, nem azt mondom, hogy nem lehetett megenni, de mindig kevés volt. Igen. É, és 64-től kezdve, tehát, és, de itt az egyetemen is, itt a Kárpátia étterem, most nem tudom, hogy azért, de ott a régen felsz, felszabadulástérnek hívták, most mi van, Ferenciek tere. Úgy, nem? Igen, Ferenciek tere. Igen. A Ferenciek tere. Igen. Ott volt a, a, annak az étteremnek egy ilyen menzás része, ott már közösen étkeztünk minden, amikor mondta, hogy na akkor gyere le, bemutatlak a szüleimnek, nő ezt ő lezsírozta, valószínűleg levelet írhatott, mert nem volt térerő még nagyon akkor. Mm. És lementünk. Nagyon. Tehát... Ez egy emlékezetes, gondolom, családba uh. csöppentél, húslevest kaptál, Igen. tehát minden együtt volt. É és nagyon jó, nagyon lett, jól is fogadtak, és rá egy évre megkértem a kezét. És jöttek a gyerekek. Bizony. Hát, mert hogy szerettük volt. 77. január 17-én, amikor életemben először megszólaltam a Kossuth rádióban, felelősszerkesztő, mester Ágos, ennyire tudtam ezt a részét a dolognak. És azon a napon, tehát január 17-én, 77-ben, Német Ági a 13. kerületi kórház szülészeti osztályán, várja a leendő gyermekünket, akiről nem tudtuk, hogy fiú vagy lány. Tehát a most, mostani már nincs benne izgalom, hogy most fiú lesz, vagy lány, és én pedig nem a szülőszoba előtt álltam, hogy mikor látja meg már Móni a napvilágot, mert kiderült, hogy Móni lett, és nem Balázs. Micsoda szégyen volt otthon, nem mertem először megmondani. Hát Na, mert a gyerek az a fiú a paraszti világban, így van. akkor igen és én akkor megszólaltam először a rádióban, a déli krónikában, és koradél után pedig, amikor végre sikerült a Coolbri, vagy ezzel a tárcsázós telefonnal fölhívni a szülészeti osztályt, és akkor kedves apuka, apuka lett, és mondták, hogy akkor Mónika megszületett 4000 grammal, és én akkor nagyon boldog voltam, és utána, mivel akkor ez ilyen gyorsított eljárással kellett, vagy szerettük volna a második gyermeket is, mert hármat terveztünk igazándiból, de általában a fiatalok mindig így vannak, mikor neki durálják magukat az elsőhöz, de aztán utána a, a kettővel, a 70-es évek, már Balázs meg rá, 78. augusztus 24-én, itt most volt a szülénapja. Igen. Éve. Született meg, de az a második az már tétrebe futóra ment, mert ha az is lány, jó-jó, nem vagyok díszpolgárvámos, még akkor se, de nem biztos, hogy egy-két hónapig hazamehettem volna a szülői házhoz. Te nálunk, ha megnézed a, 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 az ősöket, csak fiú volt. És mindenkit német Lajosnak hívtak, az első szülött gyereket. És akkor ezt ez szakította meg német ez tényleg nyomasztotta a lelkedet? Nekem? Akkor? Dehogy is? Nem. Hát ne, 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 figyelj, én már mondom, én 64 óta teljesen külön éltem, ez pedig 77, mm. tehát, de, de azért élveztem ezt a, az izgalmat a nagyszülők részéről. Amikor postán meghívni, távhívással, hogy bejelentsem megszületve, bejelentsem, hogy nagypapa lettél édesapám. És gyerek. És Persze gyerek. A mondatot. Hát mi, mi már? Nem lány, nem. lány, nem, nem gyerek. Szóval ilyen. Mi az, amikor te el tudsz keseredni, mert, mert abszolút életpárti vagy, és, és optimista, pozitív, de amikor, amikor tényleg lehúz valami? Van olyan? Kifelé nincs. A saját, mindenkinek a saját baja. Tehát ez, ha valaki azt mondja, hogy ő világ életében ilyen vidám és virgonckodó volt, mint ami rajtam is látszik, ez, ez, nem így van. De soha nem osztom meg úgy senkivel, hogy, mert nem segítek magamon. Tehát ezt nekem kell megoldani. nem. Segít. nem. nem. Nem, ezt nekem kell megoldani, egy újabb kihívás. Én nagyon szeretem a kihívásokat. És ha van valami probléma, most nem tudok mondani problémát, mert hál' Istennek, azt kell mondanom, hál' Istennek, olyan probléma is, de mindenféle gondot, bút, bánatot azt saját magam dolgozom, illetve az Ágival együtt, az nyilván. Tehát a legközelebbi társ, tehát nem, nem véletlen nem véletlenül az, hogy én, én nagyon családpárti vagyok. De ebbe is nőttem bele, tehát Igen. gyerekkortól kezdve. És családon belül sok minden úgy megoldható, hogy nem tartozik a külvilágra. Vannak, hogy ne lenne. Én is voltam már olyan, hogy a sarokba állítva. De, de hát nem azért, mert nagy bűnöm volt, de, de sok kis bűn azért sokra megy. Uh -huh, uh -huh. Nagyon szépen köszönöm, németla és Nem kezdek még egy témába, mert valahol be kell fejezni, és még számtalan kérdés eszembe jutott, de az még egy következő beszélgetés lesz. Okay. Köszönöm, hogy itt voltál. Én megköszönöm a meghívást, mindenkit üdvözlek Köszönöm, Zsuzsi.